Hát ez az. Hogy mindig ilyenkor mi, mert tudod, nagyon nekem hátra kell csúsznom, hogy kitegyük, hogy élő, oda, élő. Valahol oda. Kitettük, hogy élő. Szevasztok, köszöntünk mindenkit szeretettel, olyan septébe indult megint az adás, hogy az orromat is elfelejtettem kifújni, úgyhogy akkor most trombita szó következik, jó? Én imitálom a hangot. Várjál, mert meg is kell törölgetni, hogy itt folyjon. Na, most kattintok. Szóval, elindult a Restart, köszöntünk mindenkit szeretettel. Itt van mellettem Balázs. És itt van mellettem Wendy. Úgy van. Úgyhogy hoztunk nektek szokás szerint informatikai érdekességeket, meg annyi számban, úgyhogy érdemes lesz ismételten velünk tartani, és persze a műsor interaktív. Tehát azon kívül, hogy mi beszélgetünk itt egymással, ti is be tudtok kapcsolódni. Ti is beszélgethettek egymással. Például a Facebookon akár egész nyugodtan megtehetitek ezt. facebook.com/fixhd, televíziónk hivatalos Facebook oldala. Ott lehet hozzászólni az oldalbejegyzések közé, és akkor ezt egymás hozzászólásait is látjátok, és akkor tudtok egymással is természetesen beszélgetni. Ha pedig telefonon szeretnétek a műsorba hozzánk szólni, akkor Steve-et kell hívnotok, jaj, akinek Steve! A telefonszáma 06144-51-349, hívjátok őt bátran, és majd ő ide átkapcsolja természetesen a televízió képernyő, de ugye a hangpultjára az adást. Most látom, milyen képet tettél ki magamról. Jót. Tényleg? Szerintem nem annyira, de jó. Hát végül is örülök, ha tetszik, Balázs, ez a lényeg. Na, tehát, hogy ez a telefonszám, és a Skype-ot pedig én fogom kezelni, ez pedig ugye tv.fixhd, itt lehet jelölni bennünket partnernek, és hogyha visszapartnereltünk benneteket, akkor már is hívhattok bennünket. Jesus Marius, mennyi partnerkérelem van. Hát akkor én most jelölgetek. Ennyire akarnak beszélgetni? Igen, hát tegnap ugye kicsit, hogy úgy mondjam, felzaklatottan záródott a Restart. Ugye megint belefutottunk itt abba a ténybe, hogy bizony az illegális szoftverek, filmek, egyéb más szerzői joggal illetett vagy ellátott ugye tartalmak letöltése, illetve egész pontosan azok megosztása az illegális bűncselekménynek számít, és ugye természetesen kaptam meg hideget, meleget ezzel kapcsolatban, vannak akik ugye mellettem vannak, nem mintha itt ez most az én egy személyes hadjáratom lenne, ugye, mert itt de valaki pont ezt írta. Azt írták, igen. Hogy igen, tehát hogy egyet értsünk meg ezzel kapcsolatban, mert egyébként a Facebook oldalamon is megy ezzel kapcsolatban a nem is tudom, a vitatkozás, vagy nem is vitatkozás, hanem a nem tudom, az eszmecsere, sőt tovább megyek, nem csak a saját Facebook oldalamon, hanem a profil oldalamra is kitettem, és az ismerőseim körében is elkezdtünk erről beszélgetni, és hát ott is kialakultak ilyen éles viták, hogy hát ugye azért tölt le mindenki illegális formában filmeket, ilyen-olyan forrásból, mert hogy nincs egy normális bolt, ahol ezt meg lehetne venni. Például. Ilyen indokok vannak, meg hogy drága, és hát az embereknek nincs pénzük. Hát de gyerekek, én erre megint csak azt tudom mondani, és persze ez most olyan leegyszerűsíti a megoldást, de ettől függetlenül, mert nincs pénzem mondjuk arra, hogy vegyek magamnak egy Ferrarit, igen, akkor nem leszek Ferrarit. Egyet, igen, tehát hogy vagy... Jó, mondjuk, vagy, igen. Jó, igen, kicsit más kérdés. Jogilag más, ugye persze, mert amikor ellopsz egy Ferrarit mondjuk, akkor az illetőnek nem csak lesz. Csak is pirosat. Ugye? Igen, csak is pirosat, akkor az illetőnek nem lesz. És igen, neked tehát meg lesz, a lopás, mint, meg, igen, tehát, jönneknél meg máshogy. Azt ne felejtsük, hogy a lopás, mint úgy, tehát az már, bocsánat, de a Bibliában benne van, hogy bűn, ja, nem? Ja, tehát, ja. Hogyha már idáig visszamegyünk, de úgy összességében is, tehát, hogyha nagyon leegyszerűsítjük a problémát, akkor tényleg ott tartunk, hogy miért gondoljuk azt, hogy is jó sok pénzt összegyűjtünk, és veszünk magunknak mondjuk egy számítógépet több százezer forintból, arra összegyűjtjük a pénzt, de arra, hogy szoftvereket vegyünk rá, azt nem, már minek az, hát azt az internetről le lehet tölteni. Ez egy mentalitás kérdése. Igen, egyébként. Tehát azért pont ezzel fejeztem be a műsort egyébként tegnap, hogy ez hozzáállás kérdése, na, és amíg ilyen a hozzáállás, igen, addig sajnos tényleg partalan a vita, mert igazából ezen nincs mit vitatkozni. Tehát, hogyha valami illegális, vagy valami büntetendő, vagy bűncselekmény, akkor azon nem kell vitatkozni, vagy lehet rajta vitatkozni, de a tény, hogy bűncselekmény, az attól még tény marad. Mondjuk egyébként, ha jól tudom, erősíts meg benne kérlek, ha igazam van, ha nem, akkor pedig javíts ki. De ha jól tudom, akkor magában, amikor
amikor torrenten töltesz le filmet, akkor nem is az a bűncselekmény, hogy letöltöd, hanem alapvetően a visszaosztás, mert pedig mivel peer-to-peer rendszerről beszélünk, kénytelen vagy visszaosztani. Hát alapesetben igen. Tehát magyarul a letöltés magáncélú használatra, akkor tegyük tisztában megint, egy időről időre előjön ezért ez a kérdés, és jogilag a lehető legegyszerűbben megpróbálom nektek akkor elmagyarázni. Persze, ha belekérdeztek, bele lehet ebbe mélyedni, meg lehet kiskapukat találni, meg stb. Stb. De ne mélyedjünk ennyire ebbe bele. Úgyis mindenki azt csinál, amit akar. Tehát attól, hogy mi most itt elkezdjük tényleg személyes hadjáratként ezt itt nem is tudom mondani. Mert még nem mindenki azt csinál, amit akar egyébként. Jó, de most mit kéne mondanunk? Hát én is ezt szoktam, de most mit kéne mondanunk egy informatikai tévéműsor, hogy persze torrentezzetek, sőt adunk meghívókat, vagy mit vártok? Mert sokan ugye? Még hívnak is, hogy igen, hogy tudsz meghívót hogy... adni? Hát nem. Tehát magyarul a következő a helyzet. Magáncélú letöltés az legális. Bármiről is legyen szó, ugyanis a kutyát nem érdekel, hogy mit töltesz le, ami a neten van, azt le lehet tölteni. Ha le lehet tölteni, akkor miért ne tölthetnéd le? Ez kivéve szoftvereknél más, ha jól tudom. Szoftvereknél sem fel... Ezért mondtam, hogy ne menjünk bele mélyébe, mert persze, hogyha van egy, mit tudom, ilyen 50 ezer forintos szoftver, amit egyébként nem lehet letölteni, csak ha kifizetted, de mégis valamilyen dark oldalon fent van, és le lehet tölteni, na akkor itt a kérdés, hogy akkor most végül is le tudod tölteni, tehát és neked nem kell érte semmit fizetned, és ugyanúgy tudod használni, hogy akkor ez most legális-e vagy sem. Ennek a tényét én nem tudom megállapítani, én nem vagyok ügyvéd. Persze. Ha kiderül, tehát itt is az a odáig fontos a kérdés, hogy ez kiderül-e vagy sem. Mert ha te így sutyiban letöltesz, és nem szólsz erről senkinek, vagy mondjuk egy filmet is leszesz, letorrentezel az internetről, megnézed, és utána letörlöd, vagy senki. Tudom én, akkor ez a kutyát nem fogja érdekelni, legalábbis itt Magyarországon nem. Dugik vannak a börtönök, vannak itt egyéb más olyan bűncselekmények is, hogy a rendőrségnek, meg a különböző hatóságoknak kisebb bajuk is nagyobb annál, mint hogy az embereket azért vegzálják, hogy milyen filmeket töltenek le. Ha valami más ügyből kifolyólag képbe kerülsz, akkor viszont ezt is meg fogják vizsgálni. Ez csak a mihez tartás kedvéért mondom, és saját tapasztalatból mondom, mert én már átestem bizony ezen, tehát okulva az én hibámból, azért mondom én ezeket az információkat így el. Jó? Tehát nekem is volt egy, most ne menjünk bele, hogy milyen jellegű rendőrségi ügyem, és nálam is tartottak házkutatást, elvitték a vinyóimat, CD-imet, stb. És persze azon is voltak olyan tartalmak, akkoriban még azóta én egyébként ezeket figyelek, amik hát nem voltak legálisak, tehát mit tudom én, olyan filmek, meg olyan szoftverek, amik hát, mint a Photoshop, meg ilyenek, amik hát ugye nagy értékű szoftverek, és hát nem volt róla licenszem, mert nem megvettem persze őket, hanem le tudtam tölteni az internetről, régebben ez meg pláne nem volt ilyen szinten ugye korlátozva. Csak a mihez tartás kedvéért mondom, hogy ettől függetlenül ne kakaskodjunk már, meg ne hirdessük itt ezt, hogy hadd de nekem crackelt Windowsom, egy csomó ilyen hozzászólás van. Meg van, hogy valaki betelefonál. Például, igen, tehát, hogy nem működik nem tudom crackelni a Windows-t, hogyan kell. Hát erre egyrészt nem is, tehát nem szeretnénk rá válaszolni. Hát mert mondtad, hogy a bűnsegédi bűnrészesek vagyunk egyébként ebben a bűncselekményben, hogyha erre mi neki állunk segíteni. Ez az egyik, ezért nem válaszolunk ilyen kérdésekre. A másik, hogy érzitek azért, hogy tehát lehet ebből presztízs kérdést is csinálni, én azt nem szeretnék, én inkább ilyen erkölcsi kérdést csinálok belőle, én azt vallom, hogy például az imént említett Photoshop, vagy mit tudom én, videóvágó szoftverek, vagy ugye irodai szoftverek, vagy ezek, vagy akár operációs rendszerek, hogy ezeknek van ingyenes... Vírusírtók. Igen, ezeknek van ingyenes változata is, tehát hogyha valakinek nincs pénze arra, hogy megvegye, akkor lehet alternatív ingyenes megoldásokban is gondolkodni. Office csomagból ott van a LibreOffice, OpenOffice, grafikai csomagból ott van. Meg most már egyébként online is lehet ezeket csinálni. Pontosan, hát a Google-be, meg az Outlook-nak is ugye az online verziójában online tud szerkeszteni, tehát gyakorlatilag ugyanúgy meg tudod csinálni, sőt még talán jobb is, hogyha felhőben dolgozol, mert többen tudnak egyszerre dolgozni, rögtön meg tudod osztani, telefonról is tudod szerkeszteni, stb. Tehát megvan az előnye is ennek az egész történetnek. A zene meg a film letöltésre pedig nem mondjuk egyébként, hogy nincs alternatíva, mert van. Tehát azért ott a Spotify, a Deezer, jó, Netflix még nincs, azt nagyon sokan hiányolják, de azért vannak olyan szolgáltatások, mit tudom én, az HBO, vagy a UPC videó, tehát és most azért mondom ezeket, és nem reklámként szánom, hogy vannak azért megoldások, ahol az ember letölthet, vagy megnézhet egy bizonyos díjért, ami annyira nem vészesen nagy díj, mert egy mozi egy ára körülbelül, igen. Viszont 100
zával vannak fönn a filmek, amik megnézhetőek ezért az árért. Tehát én nem gondolnám, hogy ez olyan nagyon drága lenne. Persze. Értem én, hogy minden, ami nem egy forint vagy nulla forint, az már nem, az már pénz, tehát az nem ingyen van, de ettől függetlenül, tehát ezek mind olyan szolgáltatások, amiket egyébként már bocsánat, hogy ezt mondom, de ezek nélkül úgy az ember így meg lenne, nem? Persze. Tehát, meg egyébként csomószor van az, én is figyelem egyébként, hogy igazából van, hogy csak egy jelképes összeget kérnek el érte, mert nem is azért igen, kérik igen, mint 99 forintot töltesz le zeneszámokat. Igen, hát és most... nem azért kerül ennyibe, mert hogy, tehát, hogy nem azért kérnek el érte pénzt, mert hogy úristen, mi ezen akarunk keresni, nyilván ez is benne van, de hogy csak egy jelképes összeget azért, hogy mégis valamit fizess érte, hogy te azt a szolgáltatást például igénybe veszed. Igen. Tehát, hogy vagy belemetnénk abba, ugye, hogy azért nem számít a letöltés egyébként, tehát azzal van kompenzálva például a letöltés magáncélú használatra, mondjuk zenék, filmek, vagy bármi esetében egyébként. Mert például, amikor veszel egy adathordozót, egy DVD-t, egy CD-t, egy videót, akkor azon már alapból adó van. Azon alapból van egy ilyen adó, igen, ami gyakorlatilag... Mondjuk ez is egy kicsit érdekes, mert ha ezt egy másik oldalról közelítjük, akkor a kapásból emiatt az adó miatt mindenki bűnösnek van egy picit beállítva, nem? Aha. Tehát, hogy biztos, hogy olyan tartalmakat vele. Fogsz rátölteni, ami jogdíj köteles, tehát azért fizettetik ki veled előre pedig a jogdíjat. Pedig ha te csak saját nyaralási fotóidat kapolod rá, akkor meg vagy büntetve. Igen, tehát gyakorlatilag, ha így nézzük, akkor ezért mondom, hogy ez egy kicsit komplexebb kérdés. Én csak azt akarom ezzel hangsúlyozni, mindenkinek mindenkinek csak azt akarom, hogy vigyázzunk ezzel, jó? Mert hogyha viszont valaki emiatt megüti a bokáját, akkor viszont ne csodálkozzon. Én csak az egészből ezt akarom mi kihozni. Mi óva intünk titeket ettől. Igen. Jó? Ez a kötelességünk, ez a feladatunk, egy ilyen műsorban erről is beszélni kell, tehát ezt ne tessék zokon, mert nem okoskodni akarunk, meg nem hadjáratot indítani itt a torrent kliensek, meg nem tudom, torrent szerverek ellen. Mindenki azt csinál, mondom, amit akar, csak felhívjuk a figyelmet, hogy ezeknek bizonyos, az ilyen jellegű cselekedetek, azok bizony bűncselekmények. Meg például számítanak. Egyébként ugye most, hogy az Apple kihozta az Apple Musicot, ugyebár, náluk is úgy van, hogy például, ha jól tudom, akkor 3 hónapig ingyenesen próba verzióba használhatod, uh-huh. És utána, hogyha szeretnéd, akkor folytathatod tovább a használat, onnantól kezdve már plusz pénzért, hogyha ez tetszik neked. Bárja. Hát de ugyanez megvan, mondom, megvan a Spotify-nál, aminek szintén van ingyenes változata, amiben azért jó néhány zeneszámot le tudsz tölteni, illetve hát ez nem is letöltés, már ugye ezek streaming szolgáltatások nagy részben, tehát adatforgalom oldalon generálódik egyébként. Na például ez is egy jó kérdés, hogyha te azt a streamet lerögzíted, az például jogilag milyen? Ja, semmilyen. Tehát hogy most ezt egyenként kell vizsgálni, itt ha visszaélésre ad okot, tehát mit tudom én, még a megosztás se olyan cél, ugye meg kell különböztetni a magáncélú dolgokat, tehát hogy te magadnak letöltöd, hogy meghallgasd, hogy megnézd. Ez más kategória, mint hogyha te megosztod ezt ismerőseidnek, elküldöd, ne adj Isten, mondjuk egy TV csatornán te ezt sugárzod, vagy az internetre visszasugárzod, mondjuk akár a YouTube-ra egy saját streamen, a több ember számára elérhetővé teszel olyan tartalmat, hogy nem a tied, hát az jogdíj köteles, és mivel nem fizettél utána jogdíjat, innentől kezdve bűncselekményről beszélünk. Tehát itt ütközik ki ez a része. Tehát nem az, hogy otthonra letöltöd, mert mint mondtam, a kutyát nem érdekli, hogy ki mit tölt le. Jó? De viszont igen. Akkor már menjünk bele egy aktuális hírre be ezzel kapcsolatban, hogy hoztam ehhez egy hírt. Bizony. Hogy például Kínában 15 ezer embert tartóztattak le internetes bűnökért. Mekkora börtönök lehetnek ott egyébként? Ugye? Hát jó, de mekkora embermennyiség él ott, azért azt se felejtsük el, hogy mondjuk az 1, nem tudom hány milliárdhoz képest, ahányan Kínában élnek, a 15 ezer az hol? Tehát az semmi embermennyiség. Ez olyan, mintha egy magyar lakosságból letartóztatnak 3 embert, tehát vagy körülbelül, tehát ilyen bűnökért. De gyakorlatilag ott például Kínában a netes bűnözés elleni projekt, még csak 1,5 hónapja tart, de már 15 ezer ember fönnakadt rajta. A kínai internet tisztogató program során országszerte eddig 7400 ügyben indítottak eljárást, 66 ezer oldalt ellenőriztek le, és 15 ezer ember tartóztattak le. A közbiztonsági minisztérium szerint olyan nagy halakra vadásznak, akik kibertámadások, oldalfeltörések és internetes csalások mögött állhatnak. Tehát itt megint csak ugye nem az end userről van szó, aki otthon letorrentezi a kacsameséket, és akkor azt nézi, ugye érezzük, hogy nem arra hajtanak, hanem itt a bűnözőkre hajtanak, akik mondjuk olyan letorrentezik a kacsameséket, és mondjuk DVD-n másolatok formájában pénzért értékesítik, tehát ráadásul haszonszerzést is elkövetnek.
jogtalanul olyan tartalomakkal, vagy olyan, igen, olyan letöltött anyagok után, amiért nem fizettek jogdíjat. Még ha kifizették a jogdíjat, sem lehet terjeszteni, mert magáncélra veszed meg. Tehát ezt se felejtsük el. Ugye volt egy ilyen kérdés talán a múlt héten pont, hogy valaki letöltött, megvett egy zenét, tehát legálisan, és azt, hogy felhasználhatja el mondjuk egy... egy videóban, hogy YouTube-ra feltöltse, így van. Nem használhatod föl, illetve akkor használhatod föl, hogyha erre a jogtulajdonostól engedélyt kapsz. Tehát ugye ez így működik, ugyanis onnantól kezdve az terjesztés. Vagy, tehát amit te megvásárolt, az a magáncélú felhasználás, de ezt a videót, amikor te megcsináltad, jó, lehet, hogyha egy családi videóról van szó, akkor aláteheted igazából ezt a zenét, de a YouTube le fogja tiltani, mert a YouTube nem tud ilyen szinten különbséget tenni, hogy te most megvetted. Igen, hogy te most ebből egy videóklipet csináltál, amiből mondjuk majd később megélsz, és a YouTube videó nézettség alapján esetleg pénzbevételt generál neked, ugye ez is egy külön szempont, vagy ne adj Isten, mit tudom, értékesíteni. Csinálsz egy kis filmet, amit te eladsz szintén, és ahhoz felhasználtad te ezt a zenét, akkor az ugye azért nem jó, mert azt magáncélra vetted meg. Vannak olyan szerzői jogok, amiket lehet ilyen célra is megvenni, külön vagy olyan zenéket kell használni, amik free licenszek. Free play musicok, igen. No, de visszakanyarodva itt a kínai dologra, és itt is nagyon hangsúlyozzuk azt a bizonyos szót, amit ugye én is az előbb mondtam, hogy azonban a program részeként 120 erkölcstelen dalt is betiltottak, tehát itt az erkölcsön van a hangsúly, bár mondjuk itt ebből az aspektusból pont nem valószínűleg az erkölcstelen, az most itt nem azt jelenti, hogy most illegálisan letöltött, hanem olyan tartalmú a dal, ami mondjuk az ottani érdekeket vagy embereket sértheti, ugye már. Például a Szeretem a tajvani lányokat című nótáról van itt szó, hát most végül is. Aha. 38 képregény sem jelenhetett meg a kínai nagyfal által cenzúrázott interneten. Nagy port kavart egy pekingi üzletben forgatott felnőtt tartalmú videó feltöltője is, ugyanis ott az sem lehet, tehát felnőtt tartalmú videókat sem lehet csak ugyanettre feltölteni. Bár a kínai újságok hírt adtak a letartóztatásokról, a BuzzFeed nyomozása szerint ezeket a Twitter kínai megfelelőjeként tekinthető, tehát a BuzzFeed egyébként ugye a kínai Twitter, a havi 170 millió látogató a bíró, ja nem az a BuzzFeed, hülye vagyok, a Weibo nem tették közzé. A Phoenix Media News tisztogató programról szóló cikke alatt pedig csak olyan üzenetek jelenhettek meg, amit a kommunista pártot dicsőítik, és egyesek szerint a kínai 50 Cent Club munkája eredménye, akik a kormány alkalmazottjaiként kommentenként 50 centért posztolnak Kínáról szóló cikkeket, ugye a megjelenő hát cikkek alá gyakorlatilag, tehát posztokat a cikkek alá. Érdekes, nem? Hogy ott ilyen bérkommentelők vannak. De azt nem büntetik például mi, tehát ugye ne felejtsük el, hogy azért kicsit más a rendszer Kínában, tehát most ezt nem összehasonlítási alapként mondtam, csak az a mihez tartás kedvéért mondtam, hogy olyan szinten nem elmérgesedett a helyzet, de olyan szinten nincs ez jogilag rendbe rakva ez az egész letöltünk, feltöltünk, szerzőjogi kérdés itt Magyarországon sem, hogy azért itt a közeljövőben biztos, hogy lehet számítani arra egyébként, hogy valamiféle szigorítás lesz, mint ahogy egyébként Nyugat-Európában több helyen már van ilyen jellegű szigorítás, tehát mint egy Németországban, Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában, ha jól tudom, ott például a filmek illegális letöltését, azt nagyon durván büntetik, tehát több ezer eurós bírságokat szabnak ki, tehát jó, ott börtönben nem kerül ezért senki, meg szerintem Magyarországon sem ül még senki azért, mert illegális szoftvert töltött le, de ott például már azzal, hogy figyelik az internet forgalmat a szolgáltatókon keresztül, ki tudják szűrni, hogy ki milyen tartalmakat tölt le, hát meg mondjuk eleve. És ezáltal büntethető. Tehát vigyázzatok, a külföldre mentek, és letöltötök, ne adj Isten, tehát ha ugyanúgy kimegyünk külföldre, és na akkor torrentezzünk egy filmet, és nézzünk meg nyaralás közben, aztán lehet, hogy majd kopogtatnak szépen a hatóságok, és azt hát mondják, mondjuk, hogy ez 1000 euró lesz. Viszont elég, de ha belegondolsz, olcsóbb. Elég feltűnő lehet egyébként, hogy mondjuk két nap alatt 50 giga forgalmat generálsz.
Nem is igen, tehát az is feltűnő, meg a másik, hogy valószínűleg valamilyen szinten figyelik a forgalmat, tehát megnéz, tudják, hogy te mit töltesz le, tehát egyszerűen hozzá, tehát technikailag ez kivitelezhető, és a hatóságoknak van erre lehetőségük, és itt most megint arról szól a történet, hogy ez sokak szemében, hogy ha mi jogon korlátozza, vagy mi jogon látja, hogy én mit csinálok. Ez olyan, mint amikor jönnek, ugye, tehát bele lehet menni, ez egy szélesebb téma, ugye a Google-ös reklámok, meg a követés, igen, meg ilyenek, hogy honnan tudja, hát onnan tudja, hogy ő csak az adatokat figyeli, és az adatokból ez látszik. Tehát ez nem azt jelenti megint csak, hogy otthon ül, hát most ugye az előbb Németországot hoztuk, akkor ne Amerikával példálozzuk, akkor maradjunk Németországnál. Tehát ez nem azt jelenti, hogy Angela Merkel otthon ül és nézegeti a te fotóidat, ugye? Tehát, hogy ne ilyeneket vizionáljunk már megint ebbe az egészbe ki bele. Tudja? Hanem vannak algoritmusok, amik ezt ki tudják szűrni, és így kidobják így a, szépen a hatóságoknak, így egyszer csak kijön egy ilyen papír, vagy egy ilyen alert, hogy ho-ho, Jürgen letöltötte ezt és ezt a filmet, és nem vette meg. És akkor mennek Jürgenhez, és kopogtatnak, hogy hát akkor 1500 eurót szeretnénk kérni a, nem tudom, a halálosabb iramban hétért, amit lehet, hogy ki 3 euróért megnézett volna a moziba. Tehát, hogy ilyen jellegű dolgok vannak, tehát ezekkel nem riogatunk benneteket, ez már létezik Nyugat-Európában, mint ahogy most halljuk Kínában is, tehát nyugaton és keleten is. Mi a kettő között vagyunk valahol, tehát az azt jelenti, hogy szerintem hamarosan itt is valamilyen formában lesz szigorítás, csak így mondom, jó? Tehát, hogy ezért hívjuk mi erre fel folyamatosan a figyelmet, nem azért, mert mi itt most nagy arcúskodni akarunk, meg azért, mert mi megtehetnénk és halomszámra vesszük a zenéket meg a filmeket, én is inkább elmegyek moziba, vagy nézem a tévét, vagy tényleg az ilyen különböző szolgáltatások, amiket az ember úgy előfizetget 1-2000 forintot, ott szoktam én is filmeket nézni például. Jó? Már ha időm engedi, már most egy YouTube-on belegondolok, azt sem tudom, mikor láttam hát utoljára a filmet. Utoljára moziba, én voltunk együtt hát egy, jó, de azóta én voltam moziba mondjuk, de igen. Én tehát nem, hogy azóta nem is tudom, milyen voltam. Filmet néztem. Tehát, hogy nem is néztem egy filmet se, tessék. Sorozatokat szoktam nézni a tévében. Én is. Jurassic World-ot néztem meg, igen, a Molnár Andrissal a legutóbb, az szerintem egy 3 hete volt kb. Aha. Akkor láttam utoljára, hogy összességében filmet egyébként, tehát nem is nagyon nézek még a tévében sem, maximum sorozatot, mert elalváshoz inkább azt szoktam. De most több mindegy, mert persze mindenkinek más szokásai vannak, de ettől függetlenül filmet szeretnék nézni, akkor vagy keresek egy erre alkalmas szolgáltatást, vagy veszek egy mozijegyet, vagy nézem a tévében azt az adott filmet, de most miért torrentezzem le? Az is egy megoldás persze, csak ugye itt jön ki az, hogy most az ember akkor most erkölcsileg ez hogy áll hozzá. Ez így van. Jó, ennyi a lényeg ennek a dolognak. Menjünk tovább, mert túl sok időt pazaroltunk erre, csak ugye a tegnapi után még azért jó. Na, kell egy kis rendet tenni az agyakba, jó? Tessék, van nekünk egy kérdés Tószegi Dávidtól. Hello! Szia Tószegi Dávid! Windows 10 miért nem jelzi a DVD-CD meghajtót a gépen? Ha beteszek egy DVD-t, akkor csak felpörög a meghajtó, de nem jelez semmit a PC-m. Előtte hetet használtam, ott nem volt semmi gond, már tegnap írtam, és nem értem, miért nem kaptam választ, pedig időben küldtem el a kérdést. Erre nagyon egyszerű a válasz. Na, mesélj! Ha jól tudom, akkor kivették a DVD támogatást a Windows 10-ből. Hát igen, nem lehet DVD-t nézni alapból, de attól még a DVD hát a DVD-t romot föl kéne ismernie. Többek jelezték már ezt a hibát. Szerintem ez egyszerűen driver hiba ugyanúgy, ahogy egyébként ugye még de elég sok más driver? Periféria sem működik. Mit tudom én, milyen driver? Hát valami általános DVD. Igen, csak ahhoz általában nem lehet külön drivert letölteni DVD írókhoz meg. De lehet egyébként. Hát igen. Miért? Hát az is egy periféria. Hát tudom, csak azt általában a Windows-os... Nem tudom, több helyen ez előfordult, mint probléma. Egyébként teszem hozzá, nálam is, ha nálam ugyan látszik a DVD meghajtó, viszont az simán lehet egyébként, hogy... Ja, igen, hogy látod, nekem itt a DVD meghajtó, viszont nem olvas DVD, tehát nem olvas semmit be. Tegnap egy CD-t akartunk írni, nem tudok CD-t írni, de lehet, hogy rossz a meghajtóm már egyébként, és az pusztán a de akkor lehet, hogy csak ennek. Mintiszimba. Itt az a kérdés valóban egyébként, Dávid, hogy maga a DVD meghajtó, mint úgy eszköztárba látszik-e? Hogy az eszközkezelőbe, illetve a meghajtók között ott van-e, mert ha ott van, akkor igazából fizikailag látja a DVD romot, lehet, hogy a lemez rossz nálad is, amit beletettél, vagy maga a meghajtó esetleg betegeskedik, az lehet az egyik ok. Vagy a másik, amit a Balázs mondott az előbb is, meg már én is mondtam, hogy ugye nincs a Windows 10-ben hivatalos DVD lejátszás támogatás, ezért
vagy letöltesz egy DVD lejátszó szoftvert, mondjuk egy VLC playert, ami tud ilyet lejátszani, vagy megveszed a Windowsnak a saját DVD lejátszóját, és létezik ilyen, csak fizetős, és akkor azzal játszod le, tehát logikus módon most egyszerűbb egy ingyenes szoftverrel ezt mindezt megtenni, nem? Hát jó. Sokkal egyszerűbb. No, aztán én voltam, aki a múltkor a zenéset kérdezte, de például hol lehet ilyen jogdíjat venni, hogy terjeszthessem, és kb. Mennyi, például amikor ti klippeket játszotok le, kérdezi Béla tőlünk. Hát én bevallom őszintén, ugye hogy nem tudom, hogy mennyibe kerül, de ugye tehát más egy tévécsatorna, és más ugye egy internetre visszaosztott történet, tehát biztos, hogy nem ugyanaz a jogdíj. Ez egy jó kérdés egyébként, tehát fogalmam sincs, hogy hogyan kell ezt megoldani. Talán az Artisjusnál egyébként. Igen, tehát lehet, hogy az Artisjust kellene, ugye akik Magyarországon próbálják az ilyen szerzői és előadói jogokat védeni, illetve képviselni Magyarországon, őket kellene ez ügyben megkérdezni, hogy ilyenkor mi a teendő. Az egy más kérdés persze, hogy milyen úton módon fog erről mondjuk a YouTube értesülni. Mert ugye, tehát ott is az a gond, ott volt egy olyan, ütköztem már ilyenbe, és annyi, hogy amikor például ott van, hogy... Fellebbezhetsz. Igen, vagy igen, elküldöd igen, nekik tehát... a dokumentumot, ami igazolja azt, hogy te azt a zenét, mit tudom én, megvásároltad, vagy birtoklod a jogait, és akkor ők utána feloldják ezt a tiltást. Hát akkor ennyi. Na, akkor tehát, Balázs már csinált. YouTube-on ezt így lehet. Igen. Csak... Sőt, gyakorlatilag ugye ez itt a kérdés, kicsit komplexebb ennél, mert ugye például nálunk azért nincs YouTube-os videó közvetítés, tehát azért nem a YouTube-on adjuk az adást, több oka is van, de ez is az egyik például, hogy nálunk ugye mennek olyan tartalmak, amik jogdíjasok. Klippet, és hiába fizetünk mi ezért jogdíjat, ezt ugye a YouTube felé, pláne real time elég nehéz igazolni. Így van. És ugye a YouTube meg az élő videó eventeket is tudja figyelni, és ha talál egy olyan tartalmat, ami harmadik féltől származó, vagy olyan licenszer rendelkezik, ami szerint a mi csatornánk nem jogosult annak a lejátszására, akkor onnantól kezdve le fogja tiltani a streamet. Úgyhogy ez a probléma, és ezért nem tudunk ezzel, mert ez nincs real-time-osítva, hogy úgy mondjam, nagyon csúnya szóval, tehát hogy elég nehézkes ezt így megoldani egy tévécsatorna esetében. Mondjuk most itt a restartot akár tudnánk, tehát hogyha csak most ne kérjetek ilyet, mert technikailag meg állandóan azzal is pluszban foglalkozni, hogy most indítsunk egy YouTube eventet minden egyes adáshoz. Ezt ne adj Isten, itt is eladunk egy olyan tartalmat, ami miatt mégsem, vagy mit tudom én, a Google-nek van valamilyen, illetve nem is neki, hanem ugye a rajta keresztül szintén jelenlévő kiadók, stb. Hiszen nem a Google-nek, meg a YouTube-nak jelent ez pénzt, vagy hát nem az ő szerzői, tehát nem az ő jogdíjuk ez gyakorlatilag, hanem azoknak az előadóknak, vagy azoknak a zenei kiadóknak, akik mondjuk szintén a YouTube-ra töltenek fel egy videóklipet. Tehát mit tudom én, föltölt valamelyik kiadó egy zeneszámot. Mit tudom én, Justin Biebernek valamilyen videóklipet. Hát logikus, hogy nem fogja letiltani, de ha te töltöd fel ugyanazt a klipet, akkor le fogja tiltani, mert hogy ez egy harmadik féltől származó tartalom. Tehát ugye a Justin Bieber zenei kiadójának a jogi oltalma alá tartozik, ezért le fogja tiltani, ha te ezt föltöltöd. Tehát ez itt a probléma. Dobj egy e-mail Justin kiadója. Így van, és hogyha az megvan, akkor persze utólag ez működik, de a real-time-ban ez kicsit nehéz. Most ott real-time-ban faxoljuk majd mindig át, hogy figyelj, Steve, jön egy videóklip, gyorsan faxolja Google-nek. Hát reméljük időben észreveszik, tehát ez nem így működik sajnos. Vagy faxolj, e-mail lesz, de azért beszélek faxról, mert Magyarországon még szerintem lehet, hogy a fax működik, legalábbis eddig akárhány hivatallal akartam én írásban, valamilyen elektronikus formában, nem tudom, dokumentumokat átküldeni, mindig azt mondták, hogy faxoljak. Én meg kérdeztem tőlük, hogy bocsánat, de a 21. században, e-mail. Tehát majdnem megkérdeztem, mi az a fax. Mi a fax az a fax, ugye? Mert hát, hogy most őszintén, tehát... Tehát azért e-mail, vagy PDF, vagy ilyenek, tehát hogy... Bár egyébként léteznek már csak, ilyen már telefonról, csomó, PDF-ben, e-mailben elküldős faxszolgáltatások, jó drágán teszem hozzá. Szóval ebben még le vagyunk marad, de főleg a bankoknál jellemző ez egyébként. Tehát, hogy mindenféle igazolást ők faxon fogadnak el, hát tök jó. Mert aztán az kijön az a papír, ami a hőpapír, vagy nem tudom mi, ami olvashatatlan, az aztán nagy igazolás tényleg, tehát hogy... Egyszerűen lefirkantom egy papírra és beviszem. Egyébként tényleg ezt csináltam múltkor, tehát banki ügyet kellett intéznem, fax. Hát most bocsánat, de még elmegyek és keresek egy fax készüléket, előbb bemegyek inkább személyesen a bankba. Hát egyébként meg tényleg.
Nem is tudom, hol lehet már faxolni. Hát fax készülékkel, bármilyen telefonról lehet faxolni. De egyébként az sem feltétlenül van így, tehát ezt most hülyeséget mondtam. Addig kifolyam az orrom. Mert VoIP telefonról például biztos, hogy nem lehet faxolni. Ez egyszerűen a technológia nem teszi lehetővé. Hát mert az is egy adatkapcsolat kapásból. Adatkapcsolaton belül adatkapcsolatot csinál, tehát összesípolsz a routerrel, vagy mivel akarsz te ugye. Mert a fax az úgy működik, hogy összeszinkronizálja magát, és átküldi olyan hatalmas nagy fénysebességgel, 9600 bódos sebességgel azt hiszem azt a faxot, ami így szépen olyan 3 perc alatt átmegy, ugye? Na mindegy, ne bohóckodjunk ezen, régen ez egy jó technológia volt, manapság elavult, ugye jó régóta van e-mail, csak talán igazodni kéne hozzá a különböző van hozzánk szerveknek egy, van hozzánk egy érdekes kérdés Robitól. Na. Sziasztok srácok, csak egy kis érdeklődés. A Ustream-en volt egy tesztadásatok élőben, ami nagyon jól működött, telón is és gépen is. Azt miért szüntettétek meg? Tényleg jó volt, érdekes az adás. Mi a Ustream-en? Nem tudom, ezért olvastam föl, mert kíváncsi vagyok rá. Nem emlékszem, hogy Ustream mellett volna. A YouTube-on volt pont egy pár nappal ezelőtt, én próbálkoztam egy kódolással, mert most újítottak egyébként itt az élő eventben is, ami picit egyébként egyszerűbbé teszi, hogyha most azt mondanám, hogy most rögtön streameljünk, akkor igazából ilyen 3 gombnyomással meg lehet oldani, félig meddig legalábbis. De pont az imént említett okok miatt, és egyébként tök mindegy melyikről, tehát most beszéltük a Ustream-ből is, bár ott lehet, hogy pár évvel ezelőtt ott is próbáltuk, de ott is ugyanez a probléma, mert ez egyébként tök jogos valahol, hogy egyszerűen próbálják szűrni az ilyen jellegű tartalmakat, hogy ne sugározzon már bárki a nagyvilágba csak úgy jogvédett tartalmakat. Tehát ez valamilyen szinten érthető és jogos is. De pont ugyanilyen okokból kifolyólag nem működik ez a történet, tehát ezért oldjuk meg házon belül inkább, amivel szinte nincs gond, bár most délután voltak gondok, meg lehet, hogy vannak is, apropó, nem tudom, hogy UPC-nél mi a helyzet, megoldódott? Minden oké, okay, akkor rendben van most már, akkor köszöntjük a UPC-seket is, mert délután voltak itt gondok, kisebb konfigurálási problémák, és kicsit szétesett az adás, de reméljük, hogy akkor most már nézhető. Tehát azért oldjuk meg inkább házon belül, mert az itteni jogdíjakért maximum minket kérnek utána számon, mi pedig, amit ugye sugárzunk, arról van jogosultságunk, tehát innentől kezdve nekünk nem kell egy harmadik félnek bizonygatnunk azt, hogy nekünk van jogosultságunk erre, hanem elég a magunknak bizonygatjuk. Hát, ugye? Jó, van egy telefonunk, telefonálunk, vele folytatjuk. Halló, szia! Hello! Háó, szervusztok, Csaba vagyok. Szia Csaba, megkérnének, hogy a tévédet, ha a kis lelét szíves, és a telefonba próbáljuk a hangunkat figyelni, jó? Mert így igen, pillanat. Gerjedünk, és ahhoz még korábban. Jó, köszönöm, hogy megváltozott. Na, van egy kérdésem. Amennyiben a tévében levő film, és a filmek bármelyik csatornán nekem megtetszik, és akkor nekem nincsen otthon megfelelő rögzítőm, akkor azt én letölthetem legálisan, mondjuk akármelyik, nem mondom, hogy milyen csatornán. Ez jogos vagy jogtalan? Mármint, hogy felveszed a tévéből, erre gondolsz? Nem, hanem hogy megtetszik egy film, mert egyébként a tévében sugárzásra került, hogy azt le lehetett, hogy nem. Az attól még nem így működik, tehát hogy sajnos ez jogi, meg tehet, hogy lehúzott Steve addig a gerjedést, mert egyszerűen nem hallom a saját szavaimat. Szóval, hogy nem, sajnos ez ettől függetlenül nem így működik ez a történet. Most jogi dolgokban én nem mennék bele, hogy pontosan hogy működik, mert nem tudom, de az a lényeg, hogy attól még, hogy egy tévé sugározta azt a filmet, annak a tévének van jogosultsága arra, hogy sugározza azt a filmet. Neked, ha előfizetője vagy annak a tévének, akkor van jogosultsága megnézni a tévéből, sőt, akár fel is venni. De onnantól kezdve, hogy te nem a tévéből veszed föl, hanem azért, mert a film tetszett meg neked, oké, csak akkor húzd ki, hogy ne halljuk. Hát most még, megszakad. Még fél óráig hallgatjuk, hogy pip. Diszkó. Na, tehát, hogy, de most azt sem tudom, hol tartottam. Szóval azt mondtad, hogy a tévének megvan arra a jogosultsága, hogy sugározza feléd, neked pedig megvan arra a jogosultságot, hogy megnézd, illetve felvedd. Így magáncélra felveheted, akár az, hogy később megnézd, stb. De egyébként ez is egy olyan érdekes kérdés. Mindegy, most már belemegyünk, akkor technikai jellegű kérdés, hogy mondjuk
felveszed egy videóval, vagy felveszed egy DVD rögzítővel, vagy felveszed az okos tévéddel, ugye? Nem véletlen az, hogy az okos tévéből például nem tudod azt máshogy kiszedni, nem tudod kimásolni onnan. Mert míg egy VHS-t lemásolhatsz, egy DVD íróval felvett valamit szintén lemásolhatsz, addig például az okos tévéknél nem feltétlenül, persze vannak olyan megoldások, amikkel igen, de alapesetben nem véletlen, hogy a legtöbb gyártó saját formátumot használ, és nem lehet kivadászni a tévő, azon a tévén vissza tudod nézni, gondolván, jóhiszeműen egyébként, és tök érthetően, hogy maximum úgy fogod tudni másnak ezt megmutatni, hogy vagy átjön hozzád és együtt megnézitek, de már egyébként az is hivatalosan nyilvános vetítésnek számít. Mert ha nem te nézed meg, hanem már az egész család megnézi, ez is egy érdekes kérdés. Vagy mondjuk mit tudom, egy iskolában levetíti a tanár, az nyilvános vetítés. Tehát az nem magáncélú, tehát megvesz a tanár egy filmet, és utána beviszi az iskolába és levetíti a gyerekeknek, most csak egy példát mondok, ezt igazából nem teheti meg, jogilag legalábbis. Tehát ezekre is na jó, csak érdekes, hogy ezzel így régen, tehát régen is létezett már ugye ez a technológia, mondjuk pont a VHS, és régen ezzel annyira nem foglalkoztunk így alapvetően, senki szerintem ezzel a részével, amikor még annó, mit tudom én, a 90-es években valaki VHS-sel ott is meg, de ott is volt, ott meg azt büntették, amikor illegálisan másolgattad. Na, igen, de például... különböző bolha piacokon meg tudtad venni a nem tudom, alábeszélve a nem tudom milyen persze, filmeket. Persze, csak sok kérdés. Igen, csak sok kérdés nem vetődött fel, ami manapság meg már felvetődik ezekkel. Felvetődött, akkor is büntették, és akkor is büntetendő volt ez a történet, csak most manapság ez egyszerűbb megcsinálni ezeket, mert sokkal több technikai lehetőség van erre, és pont ezáltal, hogy a törvény viszont nincs annyira kidolgozva ezzel kapcsolatban, ezért van az, hogy viszont ez begyűrűzik ez a probléma, és egyre inkább. Hát nem probléma, csak ha beszélünk róla, mert egyébként meg, mint mondtuk ugye, és megint csak hangsúlyozok, mindenki azt csinál, amit akar. A hatóságoknak is kisebb bajuk, nagyobb ennél, csak amihez tartás kedvéért. Jó, tehát hogy visszakanyarodva az eredeti kérdés, amit a telefonáló kérdezett, tehát ez megint technikai kérdés, hogy most honnan veszed fel azt a filmet. Ez egy olyan dolog, mintha mi megveszünk mondjuk egy jogosultságot arra, hogy levetítsünk egy videóklippet mondjuk. Vegyük ezt a példát. Akkor azt a videóklipet, hogy honnan szerezzük be, na ez is egy jó kérdés, mert a legegyszerűbb mondjuk a YouTube-ról letölteni, nem? Tehát ez fönn van, letölti az ember jó minőségben, stb. Stb. Egyébként a kiadóknál meg pont a technikai rész, tehát itt is bejön a bürokrácia, mint plusz izé, hogy akkor kérjük szépen a klipet, és oda akarják nekünk adni betakazetten. Hát 10 éve nincs betakazetta ebbe a tévébe, hát most mivel játszam le? Na ja. Érted? Tehát egyszerűbb letölteni, és onnantól kezdve nekünk arra van jogosultságunk, hogy ezt vetítsük, tehát az, hogy honnan szerezzük, milyen forrásból, az is megkérdőjelezhető egyébként jogilag, hogy az most akkor honnan és hogyan, de még mindig kevésbé probléma, vagy ez nem annyira probléma, hogy a maga a forrás, tehát visszakanyarodva erre, amit most, mert most igazából neked válaszolok, hogy most azt a filmet neked, mert megtetszik, és a tévé előfizetésből kikövetkeztetve, hogy te azért már fizettél, hogy ezt megnézhesd, de igen, hogy megnézhesd, de hogy azt te lemásolhasd és megtarthasd, magáncélra elvileg, mint mondtam, a netről is letöltheted, tehát az a része nem büntetendő. Technológia kérdése, viszont hogy a torrent ugye az meg úgy működik, ha úgy töltöd le, akkor a visszatöltés miatt már viszont igen, tehát ezért érdekes ez egyébként a kérdés. Belinkelte nekünk a Ustream-es akár minket, Robi. Ja, az, hogy van egy ilyen accountunk, az egy dolog, mondom, tesztelgettük, Robi, de nem használtuk, meg használjuk, mert egy, annyira nem jó, kettő, meg ugyanezek a problémák, tehát ugyanígy szerzői jogi dolgok vannak, amik egyébként amúgy is sok mindent felvetnek, tehát még a saját oldalunkon is felvet bizonyos problémákat, vagy felvethet, tehát ez ügyben egyébként pont lesznek szigorítások a jövőben, de nem akarok senkit elkeseríteni ezzel kapcsolatban, de lesznek változások a streamingelésünk területén. Jó? De ez most így, tehát addig, amíg nem lesz, addig tessék örülni, utána meg majd lehet sírni, majd kitalálunk valami megoldást. Na, folytassuk Tomival. Jó? Hello, Tomi! Halló, szia, parancsolj! A következő kérdésem a kapcsolatok alapján oknál fogva. Várjál, mert nagyon, nagyon bugyborékol a hangod. Még egyszer, mivel kapcsolatban? Akkor pillanat, kosítva van. Nos, a Bluetooth kapcsolatommal kapcsolatosan igen? Egy kis probléma merült föl,
ugyanis valamilyen oknál fogva megszakadt ez a Bluetooth kapcsolatom a telefonnal és a laptop között. Na most én próbáltam ezt helyrehozni uninstallal, meg installal kapcsolatosan, mindent megtettem, de úgy látszik, hogy nem, valami ütközés lehet, hiába írja ki, hogy minden be van kapcsolva, engedélyezve, stb. Mindig egy olyan ablak jön föl a tálcáról, ami azt mondja, hogy a Bluetooth helyi rádiókat mások nem ismerik fel. Ezért nem tudok kapcsolatot teremteni a telefon és a laptop között. Elméletileg egy másik laptop készülék, ami a lakásban még van, azzal körülbelül 20 másodperc alatt kapcsolatba lépek. Tehát valószínű, hogy a telefonnal nincsen baj, hanem a laptopban most vagy a driverrel, de hát azt is most én úgy tudom, hogy a legfrissebbet letöltöttem, illetve frissítette a legújabbra, viszont egy dolgot nem értek. Egy ilyen Broadcom nevezetű adapterrel kapcsolatosan van itt a vezérlő, viszont állandóan Microsoft Bluetooth emulátor van a rendszereszközökben, tehát most én nem az tudom más, ezt. Az adatkapcsolat miatt kell, tehát hogy ugye a Bluetooth-on többféle protokoll létezik, amin keresztül lehet, máshogy működik az adatnak a továbbítása, van audio eszközként föl lehet ismét, modemként, stb. Tehát mindig más protokollon működik. Ez a Microsoft Enumerator felelős azért, hogy ezeket a protokollokat kezelje, tehát ez azért kell föltelepíteni hozzá, de egyébként meg driver kérdése. Az a kérdésem itt, hogy próbáltad úgy, hogy a Wi-Fi-t lekapcsolod? Tehát, hogy a Wi-Fi-t rádiófolod gyakorlatilag, ugyanis legtöbb laptopnál még... Igen, egy gombon van a kettő. Igen, és a kettő együtt nem biztos, hogy működik, sajnos. Hát az a helyzet, hogy eddig teljesen normálisan működött, tehát így ahogy most elméletileg van a gépezet, csak... van egy ilyen, nem is tudom, ez a hot gomb funkció. Na most azt hiszem, hogy én letöltöttem hozzá valamelyik nap egy ilyen új, ilyen hotkey funkciós valamit, és lehet, hogy az zavarja össze, de mondom, itt már uninstalláltam mindent, és ez ördögnek nem akar sikerülni a kapcsolat. Próbáltad, hogy teljesen eltávolítod az eszközkezelőből magát, a Bluetooth adaptert, mindent újra felismerteted? Nem tudom, hogy van-e hozzá kezelő szoftver, vagy a Windowsnak az alapbeépített Bluetooth kezelőjét. Nem, hát én a laptop gyártójának az oldaláról töltöttem le hozzá, illetve megvan a CD lemezen is minden olyan funkció, amit ugye a laptopnak a üzemeltetéséhez kell, de gondoltam, hogy megnézem, hogy melyik a legfrissebb. De hát legfrissebb nincsen, mert sajnos ez ilyen 2013-as vagy 2012 évvégi ez a Bluetooth driver is, és eddig ez volt rajta, tehát hibátlanul működött, de most valami oknál fogva valami nagyon bezava. Aha. Hát és az eszközkezelőben most... őszintén így láthatatlanban nem tudok ezzel mit kezdeni, ezzel az információval, mert az tény, hogy a Bluetooth az egy érdekes... Hát meghajoltam, ugyanazon a frekvencián megy, tehát 2,4 GHz-en. Igen, ez attól függ, hogy van-e külön vezérlő a Bluetooth, illetve a Wi-Fi adapterben. Ha ugyanaz egy vezérlője van, akkor szokták egymást zavarni, tehát ezért is mondtam, hogy próbáld meg azt, hogy a Wi-Fi... De én most megpróbálom kikapcsolni úgy, hogy csak a Bluetooth legyen bekapcsolva. Csak meg ne szakadjon a neted, vagy nem tudom, most arról hívsz-e, vagy miről, csak... Nem, most mobilozok, és ja, most megpróbálom akkor likvidálni az egyiket, és azonnal feljön ez az ablak, hogy Bluetooth helyi rádiót nem ismerik fel mások, és utána eltűnik. És hiába a tálcában megjelenik a Bluetooth eszközök ikon, tehát rá tudok keresni, azt mondom, hogy Bluetooth eszközök megjelenítése, akkor kijön az az ablak, ahol elméletileg a Bluetooth eszközöket meg kéne, hogy mutassa. Igen. És a fönti keresősávban elindul ez a zöld kurzor, és egyszerűen olyan csiga tempóba elindul, és azt lehet mondani, hogy talán végtelenségig is ilyen szépen zölden megyeget, miről eléri majdnem a keresősáv végét, ott mit tudom, fél óra, egy óra, és nem történik semmi.
az a baj, sok probléma lehet. Tehát ugye ezek a rádiós eszközöknél sajnos ez egy ilyen kísérletezés ez a történet, tehát sok oka lehet ennek, hogy miért nem találja. Lehet driveres probléma, lehet az, hogy rázavar tényleg a wifi, lehet az, hogy nem kompatibilis teljesen azzal a készülékkel, mert ugye többféle bluetooth szabvány létezik, lehet az, hogy hibás, tehát meghalt a wifi, mi az a bluetooth-od. Igen, ez mondjuk előfordulhat. Tehát, hogy, és akkor lehet, hogy tényleg a végtelenség fogja keresni, és soha nem fog találni semmit. Azt kéne kipróbálni, hogy semmilyen eszközt nem lehet hozzá csatlakoztatni? Tehát semmit nem talál meg? Semmilyen bluetooth? Hát az a helyzet, hogy... Másik laptopot, másik telefont, semmit nem lát? Tehát amikor van az az ablak, amikor azt mondom, hogy eszközök hozzáadása ablak, igen. Egyszerűen ott sem történik semmi. Tehát még annyi se, hogy mondjuk a szomszédnak a okos tévéjét megtalálja, mert hát az nem tulajdonképpen Bluetooth. A telefon az megtalálja a keresésbe. Uh-huh. Hát itt olyan... nem, a laptop nem talál meg semmit. Hát igen, de ezeket a láthatóságokat egyébként lehet szabályozni, tehát lehet, hogy... Én tudom, én tisztá vagyok vele, de nekem egy órára van beállítva a láthatóság, tehát mindig így kísérletezem vele, hogy... Ha ez korábban működött, hát mondom, vagy driver hiba, meg az a legegyszerűbb, hogy le kéne törölni a komplet eszközkezelőbe az összes Bluetooth eszközt, újra felismertetni, ha esetleg a régi driver ismeri fel, akkor manuálisan változtatni a driveren, ugye akár azzal, amivel korábban működött már, tehát azt a drivert kéne használni, mert ha driver hiba, akkor nagy valószínűséggel ezáltal meg fog javulni. Ha viszont az új, azzal a driverrel, amiben régebben ment, sem működik, akkor nagy valószínűséggel behalt a Bluetooth adaptered. Uh-huh. Hát azt még megpróbálom, hogyha a másik laptopot, hogyha esetleg azt nem tudom, de hát az a baj, hogy tulajdonképpen nem tudom felismertetni vele, mert egyszerűen a kezelőfelületen nem látszik, hogy van körülöttem valami. Aha. Mindig csak azt bevallom őszintén, mire akarod használni egyébként? Hát a telefonnal szoktam általában képeket átküldeni. Aha. Hát dokumentumokat, ilyesmit. Értelek, hát és hát a zsinórozást elkerülve eddig mindig úgy ment, hogy fogtam, bekapcsoltam, bum, rányomtam, puf, átment. Ez most állandóan zsinórozok. Ez igen, alapvetően tehát... wifin keresztül is működhet. Jó, hát persze van egyéb 5 millió megoldás, hogy lehet átvinni A pontból B pontba egy képet, de ha ezt szeretnéd használni, hát lehet, hogyha nem működik, akkor kénytelen leszel mást használni, lehet, hogy jobban jársz tényleg, hogyha valami más megoldás után nézel. Én bevallom őszintén, annyira nem vagyok otthon egyébként Bluetooth-ba, szoktam vele néha nagyon ritkán, mit tudom én, a telefonomat szoktam én is úgy használni modemként, és akkor azen keresztül, de bevallom őszintén, ezt is már inkább kábelen csinálom, úgy gyorsabb, mert maga a Bluetooth egyébként is lassú. Persze, hát, csak az ember horcibálja a kábelt ide-oda, kiviszi, beteszi, elteszi a táskába, hát akkor hol van, blablabla. Bla, bla. Na mindegy, eddig nekem ez teljesen jól működött. Még egy olyan észrevételem volt, hogy a Windowsnak a Bluetooth fáj küldése, illetve fogadása ablaknál, amikor a fogadást választom, illetve hát a küldésnél is ugye az van, hogy adja meg, hogy hova szeretném, milyen eszközre, már ott sem jelenik meg semmi, tehát még annyi se, hogy hát, nincsenek valakinek összepárosítva, hogy ott párosítani kéne először az eszközöket, és akkor utána össze van párosítva, akkor tudsz gyakorlatilag arra az eszközre küldeni bármit is. Ha nincs összepárosítva, akkor nem tudsz, de ha valamilyen nem látja az eszközöket, akkor ugye nem tudod összepárosítani, tehát az itt a gond. Ugye ezek a funkciók nem is fognak menni, max a fogadás, de mert bár az is, onnan is párosítani kell, tehát így azt hiszem ilyen ad-hoc küldés, az csak úgy, nem tudom, szerintem azt nem lehet. Fogalmam sincs, ezek a driverek lesznek szerintem a ludasak, vagy fizikailag van baj az adapternek. Jó? Ezeket próbáld meg. Köszönjük, hogy hívtál tovább. Hello, hello. Szia. Természetesen, ha bárkinek van megoldása, akkor várjuk a javaslatokat. Itt van velünk Laci. Szevasz, Laci. Szia, Laci. Hello. A Bluetooth adapterhez szeretnék hozzászólni. Mindjárt tudok képernyő megosztást is. Na! Szokásos képernyő megosztás, ki is teszem egy full screen-re. A Windows keresésbe írjuk be, hogy Share 5S, és akkor igen, ez egy szolgáltatások. Igen, és akkor keressünk egy olyat, hogy Bluetooth támogatási szolgáltatás, itt le is írja a Windowsunk, ugye ez a szolgáltatás azért felelős, hogy észlelje az eszközöket, és hogy lehessen társítani őket, és hogyha ez nem fut, tehát itt az nem írja, hogy fut, próbáljuk meg indítani.
És hogyha itt jelentkezik egy hiba, tehát nem indul el az a szolgáltatás, akkor valami probléma van, és a hibakódra kéne rákeresni, hogy mi ez, és akkor ott ugye írhatnak megoldást. Ezt kéne megnézni, hogy a Windowsban, hogy ez a szolgáltatás sem indul, mert nekem volt már ilyen problémám is, pont emiatt kiadott egy hibakódot. Már nem emlékszem, hogy mi volt a megoldás rá, de biztos, hogy többféle hibakód van itt is. Ugye, jó, én bevallom őszintén, én azért nem szeretem a Bluetooth-t, mert én akárhányszor próbáltam vagy küldeni, vagy fogadni vele, vagy ment, vagy nem ment. Igen. Tehát amikor látta a telefont ugyanígy telefonról, akkor is az volt, hogy egyszer ment, ugyan egyszer nem ment. Tehát, hogy egyik telefonra tökéletesen jól ment, másik a régi telefonommal például tökéletesen jól megy, az új telefonommal pedig például nem igazán. Tehát ott például ugyanezek a problémák voltak. Egyszer nem látta, egyszer látta, pedig be volt kapcsolva, láthatóság, és a telefon látta a gépet, de a gép nem látta a telefont. Úgyhogy ezekkel az ilyen Bluetooth eszközökkel mindig ez a baj, én ezért nem szeretem őket. De most igen, sok probléma van velük, de mondom, hogy ha ez a szolgáltatás alapban leesre indul, akkor esélytelen az egész. Jó, na hát ezt akkor kéne megnézni a driver probléma mellett, ez lehet még az. Így van, jó. Oké, okay, tehát a services be, tehát a szolgáltatásoknál a Bluetooth, mi ez? Támogatási szolgáltatás. Így van. Oké, okay, Laci, köszönjük szépen. Köszi szépen. Szívesen, hello. Reméljük, hogy tudtunk segíteni, Lacinak pedig tényleg köszönjük, mindig jó megoldásai vannak. Aztán van itt Tamás Puskásnak egy ilyen kérdése, hogy mit gondoltok a virtuális valóságról? Na, mit gondolunk a virtuális valóságról, Vendi? Hát nem tudom. Mit gondoljak róla? Mi a véleményed a virtuális valóságról, illetve az adott a lehetőségekről? Teszem azt jó, például... Jó, ez körülbelül olyan, mint beszéljünk a hüvelygombáról. Hát most mit lehet erről beszélni? Tök jó dolog, okos dolog, érdekes dolgokat lehet csinálni a virtuális, tehát ilyen VR technológiákkal. Én azt gondolom, hogy ez régóta létező technológia, most kezd már talán egy kicsikét kinőni a gyermekcipőből, és most már talán van egy kis modernebb felfogás körülötte. Játékokban például ugye elég jó dolgokat lehet csinálni, tehát most itt ha az ilyen Oculus Rift és társaira persze gondolunk, akkor most már minőségileg is elég durva dolgokat lehet bele kihozni. Itt megint csak ott tartunk, hogy hol van ennek is létjogosultsága, tehát most a játékvilágában... Inkább a gyógyítási célokra vagy így van, például. Tehát vagy a hétköznapokban hol lehet ezt hasznosítani. Nekem első körben mindig ezek a fontosabbak, nem a szórakozási rész, mert szórakozni mindennel lehet. Ha nincs VR, akkor az embernek van olyan testrésze, amivel tud szórakozni, azt hiszem. A lábujja. A lábujjára gondoltam természetesen én is, de tehát hogy attól függ. Tehát ez a véleményem róla, tök jó dolog, minden, ami új és embereket boldoggá tesz, annak, amiatt én is boldog vagyok, de azt gondolom, hogy én biztos nem fogok venni magamnak. Majd ha lesznek gyerekeim, lehet, hogy nekik majd már veszek. Egy Oculus Rift-et? Például. De hát mire nekem gyerekeim lesznek, addigra már nem Oculus Rift lesz, hanem lehet, hogy szemüveg se kell hozzá, és virtuális valóságban leszünk alapból. Belépünk a Matrixba. Vagy nem lesz szemünk, csak digitális kijelző lesz a szemünk helyén. Ilyen is van egyébként. Tudom. Tehát nem mondom ezt hülyeséget. Tehát már olyan műszemek vannak egyébként, és nagyon helyes. Láttam ami pont, és egyébként a technológia az hasonló, mint ami az ilyen VR-es... Tök jó, hogyha tudnak segíteni így a vakoknak például. Például, igen. Tehát, hogy és meg, azt gondolom, hogy na ez a fejlődés, ez a fejlesztés, és ha ez az irány, és nem csak a játék állandó, hogy most akkor most ezzel játszunk, és így formaegyezünk, bár ugye volt szerencsém kipróbálni pont bizony egy Oculus-szal egy formaegyes játékot, hát mondjuk az még egy első generációs volt, igen, és azért ennek a felbontása az nem volt az igazi, de nem, az még annál is rosszabb hát ugye, volt. Mert úgy volt 720p, hogy együtt a kettő, de ugye két kijelző van benne. Együtt a kettő hát egyben 3D is, igen. Tehát. Igen, tehát egyben 3D is, de most már az új, az azt hiszem full HD-s. Úgyhogy hát nem tudok róla kimondottan véleményt mondani. Mondom, amit mondtam, az a véleményem, hogy a hétköznapokban, ha megvan ennek a haszna, akkor az sokkal fontosabb legalábbis számomra, mint hogy most játékokat VR-be játszunk, bár biztos élmény. Tehát, Már látom, már több verzió is van egyébként. Jézus, mi? Fejlődik ez most, meg most már egyre több cég van, tehát nem van csak belőle Oculus touch, van, hanem... Oculus touch, jó, de mondom, milyen? Nem csak Oculus van, hanem tudom, a legtöbb gyártó most már jön ki. A Google is foglalkozik ilyennel, igen. Az Apple is, tehát hogy... Igen, tehát nem véletlen az egyébként, hogy például a Google Glass-re visszakanyarodva, hogy az nem jött ki. Szerintem ott is ebbe az irányba akarnak inkább elmenni, és nem feltétlenül biztos, hogy ez a Glass, ami most
glassként ott van, és akkor egy ilyen okos szemüveg, igen, az most így önmagában van létjogosultsága, nem véletlenül nem adták ki hivatalosan, mert nem találták a helyét a világban. Tehát ez a lényege szerintem ennek. Itt is a VR-ben gondolkodnak. Már csak azért is, mert ugye pont a Restart Extra-ról beszélgettünk arról, hogy ugye itt a Vulkan API és társai, hogy itt gyakorlatilag konzol irányba is el akar mozdulni a Google. Szerintem akkor fogja kiadni majd a Google Glass-t is, és a kettő együtt fog majd valami nagy dobás lenni egy-két éven belül. Bizony. Én azt gondolom. Tehát lesz változás, és tény, hogy e felé tendálunk, meglátjuk. Ne siessünk ennyire előre, én azt gondolom. Tehát amik most vannak, azok még szárnypróbálgatások. Nem gyermekcipő, hanem már a fiókák akarnak próbálkozni kiszállni a fészekből. Most már még egyelőre pofára esés van, de, vagy legalábbis, és még nagyon drága, tehát ez megint egy olyan, hogy még pár évet várni kell, és jó lesz. Bizony. Na, nagyon vége a műsoridőnek, pedig nagyon sok kérdés van. Itt ja, még, amire válaszolnunk kellene. Igen, tehát Zsolt ide, sziasztok, múlt hét pénteki adásban javasoltam, Laca, betelefonálok, hogy a rendszergazdai parancsorban az SLMGR kötőjel XPR parancsal tudja ellenőrizni a rendszer lejárati idejét. Balázsnak üzenném, hogy ez Windows XP-ról nem működik, csak a Vista-tól kezdődően az, hogy Wendy-nek nem írt ki semmit, amikor beírta a Windows 10 alatt, az elég érdekes. Nem írt ki semmit? Hogy ne? Ugyan valami ilyesmit írt ki nekem is, nem? Nem, vagy nem végszem, hát, már. Megírjuk, hát miért? De rendszergazdaiba kell beírni, nem? Ja, hát lehet, hogy nem rendszergazdaként csináltam, az mondjuk elképzelhető, igen. Tehát, és itt cikket is linkeltél, ami ezzel kapcsolatos. Aztán csak gyorsan nézzük még, mi van itt. Sok minden, de... Sok minden, ez az, és semmi nem volt időnk, pedig még a Windows-zal kapcsolatban van. Is lett volna hírünk, hogy foltozást kapott megint, mert van egy hiba az Internet Explorer-ben, ami az összes Windows-t érinti. Meg egyébként már a következő Windows 10 is kijött, azt most linkelték be, igen, nekünk. Ugye Insider így van. Programmal résztvevők tudják frissíteni már a Windows 10 következő generációjának, tehát továbbfejlesztésének az Insider verzióját is le lehet tölteni és lehet próbálgatni, úgyhogy ami egyébként jó dolog, mert ugye megint ott tartunk, hogy nagyon sokan esetlegesen egy újabb alternatívaként tekinthetnek erre, tehát hogyha nincs Windows 10-ük, vagy nincs 7-esük, 8-asuk, amiről akkor legálisan frissíthetnek 10-re, akkor végül is használhatnak így 10-est, hogy Insiderben teszik mindezt, hiszen folytatódik a program, ugye erről volt szó. 15-25-ös build. Így van. Hát annyi ugye ennek a idézete hátulütője, hogy ezekben lehetnek olyan hibák, amik esetlegesen rendszerről összeomláshoz vezethetnek, tehát ez tényleg csak a kíváncsiskodó kedvűeknek, illetve a bátraknak, kockáknak ajánljuk. Jó? Az ilyen használatát. Hát én most maradok a véglegesnél, majd lehet, hogy idővel aztán visszatérek én is az Insiderre, csak azért, hogy lássam, hogy hova fejlődik tovább, hova lehet még ezt a Windows 10-et fejleszteni. Nem, mint hogyha nem lennénk megelégedve azzal, ami most így előttünk van, mert szerintem önmagában ezzel nincs különösebb gond. Azon kívül, hogy persze vannak még itt is gyermekbetegségek, amiket majd idővel javítanak. Bizony. Jó. No, hát ennyi fért bele a mai adásba, nem kell csüggedni. Holnap is lesz adás, attól függetlenül, hogy 20-a lesz, meg tűzijáték, meg ilyenek, meg előtte azért itt azért est tartozunk, úgyhogy ha ide kapcsoltok a fixre, akkor én itt leszek, és folytatjuk a témákat. Pénteken meg persze Restart extrázunk is egyet, úgyhogy van még a hétből idő, nem kell csüggedni. Mára köszönjük a figyelmet, köszi Balázs, hogy itt voltál, ismételtem. És nektek is köszönjük, sziasztok! Hello!